Sziasztok! Ebben a videóban azt mutatom be, hogy hogyan tudtok Excelben adatsorokat ábrázolni, arra trendvonalat felvenni, majd ennek a vonalnak az egyenletével egy mérés ismeretlen értékét meghatározni. Első lépésben készítsünk el egy táblázatot a mért vagy megadott adatok tárolására. Az adatok beírásánál, ha valami nem fér ki, akkor ne egyesítsétek a cellákat, mert ez nehezen megoldható hivatkozási problémákat okozhat egyes számításoknál. Ehelyett az oszlop fejlécében a betűket határoló vonalra duplán kattintva a program automatikusan az adott oszlop leghosszabb adatához igazítja a szélességet. Első lépésben készítsünk el egy táblázatot a mért vagy megadott adatok tárolására. Rendkívül fontos, hogy bár sok mérőeszköz pontot használ decimális szeparátorként, falusias nevén tizedes jelként, addig Magyarországon ezt a szerepet a vessző tölti be, és erre figyelni kell az adatok felvételekor. A rosszul megadott adatok számítás során értékhibát adnak, ami annyit jelent, hogy a cellában megadott értéken a kívánt művelet nem végezhető el, mert az nem értelmezhető az adott adattípus esetén. Vagyis ha pontot adunk meg az Excelben tizedes jelként, akkor az a beírt számot szövegként fogja értelmezni, amin semmilyen matematikai művelet nem végezhető el, és ilyen formán későbbiekben ábrázolni sem tudjuk majd azt. A szövegtípusú adatokat akár vizuálisan is meg tudjuk különböztetni a számoktól, hiszen az Excel ezeket automatikusan a cella bal oldalához igazítja. A fenti példában egy ismeretlen oldatban található oldott anyag tömegszázalékos mennyiségét kell meghatározni, annak mért törés mutatója segítségével. Több tartomány együttes kijelöléséhez az első kiválasztása után a kontroll billentyű és a bal egérgomb együttes lenyomásával másik sort vagy oszlopot tudunk hozzáadni a kijelöléshez. Grafikon beszúrásához jelöljük ki az ábrázolni kívánt oszlopokat. Fontos tudni, hogy a kijelölésben a legbarrább eső oszlop lesz a független vagy X tengely adatsora, minden tőle jobbra eső oszlop automatikusan egy-egy Y-tengelyhez tartozó adatsor lesz. A kijelölésbe ne vegyük bele az ismeretlen oldat adatát, ezt később külön fogjuk ábrázolni. A beszúrás fülön navigáljunk a diagramok blokkba, majd válasszuk ki a pontdiagramok közül a legelső opciót. Ezt követően állítsuk át az alapértelmezett diagram címet. Fontos megjegyezni, hogy a diagramok szerkesztését lehetővé tevő diagrammeszközök menüfül és a hozzátartozó menüpontok csak a diagram aktív kijelölésekor láthatóak. Amennyiben félre kattintunk, akkor eltűnnek. Korábbi verziókban a diagrammeszközök alatt három fül volt megtalálható: a tervezés, az elrendezés és a formátum. A 2016-os verzió óta az elrendezés fül elemei átkerültek a tervezés fül alatt található, diagram összetevő hozzáadása legördülő menübe. Ebből a menüből lehetőségünk nyílik tengely címeket adni a grafikonunkhoz, melyeket egyszerű dupla belekattintással át is tudunk nevezni. kontroll gomb lenyomásával és az egérgörgő vele egyidejű előre-hátra görgetésével közelíteni és távolítani tudunk a munkalapon. A tervezés fülön az adatok kijelölése gomb alatt újabb adatsort vagyunk képesek hozzáadni a grafikonhoz, illetve a meglévőeket tudjuk szerkeszteni. A diagram összetevő hozzáadása menüpontban választjuk a trendvonal, majd a további trendvonal beállítások opciót. Ebben az esetben megjelenik jobb oldalon a trendvonalhoz tartozó eszköztár, ahol bepipálhatjuk, hogy látni szeretnénk a trendvonal egyenesének egyenletét, valamint az R négyzetet. A trendvonal feliratának pontossága növelése érdekében kattintsunk jobb egérgombbal annak szövegmezőjére, majd válasszuk a trendvonal feliratának formázása menüpontot. A megjelenő ablakban az általános formátumot állítsuk át számra, majd adjuk meg, hány tizedes egy pontossággal kívánjuk megjeleníteni az együtthatókat és az értékeket. Az r négyzet értéke megadja, hogy a trendvonal általánosan mennyire esik rá az adatpontokra, amelyekre azt alkalmaztuk. Ha az érték 1, akkor minden pont pontosan a trendvonalra esik. Most nézzük meg, hogy az egyenletet felhasználva hogyan tudjuk meghatározni az ismeretlent. mivel a tűrésmutató oszlop az Y tengelyhez tartozó adatsor, ezért vizuális reprezentációként vegyük fel az ismeretlen oldatra mért adatot egy új adatsorként. Fontos, hogy még az x vagyis jelen esetben az ismeretlen érték mezője üresen maradhat, addig az Y-tengely adatsora nem állhat üresen. Az itt található értéket töröljük ki, majd rákattintással vegyük föl cellából az ide tartozó számértéket. Az egyenlet levezetésének első lépése, hogy az y helyére behelyettesítjük a mért adatot, majd ezt követően elkezdjük rendezni az egyenletet. Amint az egyik oldalon csak az együtthatók szerepelnek, a másikon pedig az ismeretlen, beírhatjuk a képletet egy cellába, hogy az Excel kiszámolja számunkra a végeredményt. Ne feledkezzünk meg, hogy a tört vonal felett és alatt, ha több operandusból vagy más néven adattakból álló művelet található, akkor azokat legtöbb esetben zárójelezni kell. hogy a fentet található adatokkal egységes formára hozzuk a kapott értéket, a tizedes helyek számát ennek megfelelően kell módosítanunk. A kapott értéket a diagrammeszközök tervezés fül alatt az adatok kijelölése menüpontban hozzá tudjuk adni az ismeretlen oldat x értékeként. Amennyiben a jelenleg piros pontunk a trendvonalra ugrik, akkor a számításunk helyes volt. Ha ettől eltér, akkor valahol számolás során hibát vétettünk, és ezt korrigálnunk kell. Remélem ezzel a rövid videóval, Sikerült érthetővé tennem a számolási folyamatot.